Tisztelettel üdvözlök mindenkit, szép jó estét kívánok, és akkor elkezdeném a mai webináriumot. Ugye a gazdasági válságnak 10 éve volt, pár nappal ezelőtt volt az évfordulója. Ugye 2008-ra teszik a kezdetét, de már jóval előbb elkezdődött tulajdonképpen. Mielőtt azonban tovább mennék, szeretném a szokásos dolgokra felhívni a figyelmet. Jó, tehát, hogy a sávszélességet lehetőleg ne tereljük, downloadokat meg kéne állítani, vagy tehát hogyha valami, ami az internetet erősen igénybe veszi, akkor azt kikapcsolni. Meg kell csukjam az ajtót, mert szóval van, oké. Arra kérlek benneteket, hogy közben ne kérdezzetek. Ha feltétlen szükség van rá, persze igen, de igyekszem majd a végén aztán válaszolni mindenre, illetve majd átmegyünk a Facebookra, és ott szeretném, hogyha esetleg mindenki a véleményét is elmondaná, mert ez egy eléggé komplex téma, és szerintem mindenkit érint, mindenféle szempontból, gazdasági szempontból, morális szempontból, és így tovább, és így tovább. Röviden még ezt elmondanám azoknak, akik nem ismerik ezt a rendszert, ugye ez a GoToWebinar-nak a panelje. Tehát emiatt egyessel van jelölve az a kis nyilacska, azzal tulajdonképpen be lehet csúsztatni jobbra ezt az egész panelt, akkor nem látszik. Akkor ugyanúgy vissza lehet hozni, hogyha valaki használni akarja mégiscsak. A kettes az nem érdekes, mert a mikrofonok azok le vannak némítva. A négyes az, ami megint érdekes, az a bizonyos kis kéz szimbólum. Tehát, hogyha valaki szeretne valamit mondani feltétlenül, vagy kérdezni, akkor arra kérem, hogy arra kellene kattintani, akkor ez nálam itt megjelenik egy ilyen kis ikon, akkor látom, hogy valaki szeretne valamit mondani, vagy kérdezni. Van egy olyan menüpontot, hogy handouts, hogyha angol nyelvű a felületük, ez a felületük, ami otthon van. Ott ennek a prezentációnak a PDF fájlja van, tehát ami itt a képernyőn van, az ott mind benne van, azt le lehet tölteni, és akkor megvan az egész, tehát azokat esetleg nem kell felírni semmi ilyesmit. És akkor a questions című ugye kérdések, ott van az a hely, ahova be lehet írni, hogyha valaki szeretne valamit mondani. És a videófelvétel, felveszem az egészet természetesen, és akkor nem sokára, hogyha konvertálódik, akkor felteszem majd az internetre a YouTube-ra szokás szerint. Tehát, hogyha valaki esetleg közben el kéne menjen, vagy nem lemarad a végéről, vagy valami, akkor meg lehet nézni, hogyha érdekli az illetőt. A mai előadáson úgy látom, hogy elég sok olyan jelentkező van, aki először van itt, tehát nem ismer engem tulajdonképpen. Úgyhogy elég röviden szeretnék csak bemutatkozni, tényleg Várkuti Gézának hívnak. Én ugye trader vagyok, oktatással foglalkozom, szakkönyvírással, account managementtel. Az életemnek a nagyon nagy részét Németországban éltem le, 87-ben, még a Kádár rendszerből emigráltunk az egész családommal együtt. És a feleségem az zenetanárnő, a fiamra most már nagyon büszke vagyok, a dr. Várkuti Válint. Ő agykutatással foglalkozik és Münchenben él, most már neki is van felesége, sajnos még unokám az nincsen. Úgyhogy a németországi évek után aztán hazamentem rövid időre, mert az egyik nővéremnek nagyon megromlott az egészségi állapota és a segítségre volt szüksége. Otthon voltam, akkor született az ötlet tulajdonképpen, mert azt láttam, hogy nincsen még magyar nyelvű forex könyv. És akkor írtam meg azt az első kezdőknek szóló ugye, forex könyvet, ami most már a harmadik kiadásban jelent meg. De azóta egyéb ilyen munkáim is megjelentek, de nem nyomtatott formában, hanem e-book formájában. Ezeket az Apple Store-on, a Google Play-en, az Amazonon lehet letölteni, tehát ott meg lehet vásárolni. Az új könyvem, az kész van tulajdonképpen, ősszel fog kijönni, és a Stratégiák könyve című címet fogja viselni. Nagy valószínűséggel, tehát a stratégiákat járom körül, azokból egy csomó példa lesz benne, és így tovább. Úgyhogy remélem, hogy ez egy méltó folytatása lesz esetleg az elsőnek, de ez már inkább a ugye haladóbbaknak szól, akik már az alapokkal teljesen tisztában vannak.
Jelenleg Cipruson élek, dolgozom, nagyon szeretem, minden nap süt a nap, úgyhogy nagyon jól el vagyok itt tulajdonképpen. Tehát ennyit röviden magamról. Na hát akkor kezdjük ezt a válsági dolgot, ugye? A The American Dream, ugye az álma az átlag amerikainak, hogy egy házikó legyen kis kerttel, egy lehetőleg egy biztonságos állás, autó, pár gyerek, kutya, tehát az a bizonyos ideális kép, csak ugye hát nem mindenki tud magának pláne egy ilyen házat, mint amit itt látunk, csak úgy megvásárolni a fizetéséből. És aztán itt kezdődtek tulajdonképpen a bajok, mert a bankok kezdtek rájönni arra, hogy erre mekkora igény van, és hát, hogy úgy mondjam, két kézzel szórták a krediteket, tehát a kölcsönöket. Mondván, hogy a ingatlan az ott marad, mint záró úgy is, tehát hogyha nem tudja kifizetni, akkor majd az a bank kérdez, és akkor nincs semmi gond. Jóval drágábban adták egyébként, tehát itt van például, hogy a lista price az 1.299.000, és ők meg 1.860.000-ért, ugye a kredit miatt, mert mondom, viszonylag könnyen lehetett hozzájutni, tehát például nem kellett hozzám egyáltalán saját rész. Tehát akinek egy vasa sem volt, az is kaphatott ilyen kölcsönt. Ez azért nagyon szokatlan dolog, ugye? Hát mindegyük, tehát így történt aztán meg, hogy rengetegen vásároltak házat maguknak, tehát befektettek ilyen ingatlanokba. Igen ám, de ahogy telt múlt az idő, egyre inkább lehetett látni, hogy nehezen tudják visszafizetni a felvett kölcsönt. Ugye közben a gazdasági szituáció is megváltozott, úgyhogy kezdett kialakulni, hogy ebből nagy baj lesz. Ebből nagy baj lesz, és aztán a következő történt, elkezdtek manipulálni a bankok, és egy olyan szisztémát találtak ki maguknak, hogy azokat a krediteket, amiken lehetett látni, vagy hát komoly jelei voltak annak, hogy nehéz lesz visszakapni a pénzt érte, vagy egyáltalán nem, tehát ezek a bizonyos rossz kölcsönök, ugye, azokat egyszerűen összefoglalták egy ilyen, és egy értékpapírt csináltak belőle, amivel a piacon kereskedni lehetett, és ráadásul felértékeltették ezeket az értékpapírokat. Amerikában vannak úgynevezett rating ügynökségek, tehát ilyen kvalitásvizsgáló, tehát ők mondják meg, hogy az mennyire jó és mennyire nem jó az a értékpapír. De itt vannak különböző, van a AAA, tehát a AAA, tehát három A betű, az azt jelenti, hogy az a legjobb, és akkor e között van mindenféle változat, ugye van AAB, aztán ugye a CCC az a lehető legrosszabb, tehát amikor egyáltalán valaki nem kaphatta a kölcsönt elvileg. Most ezek összefoglalták, mondom, ezeket a rossz krediteket gyakorlatilag, értékpapírt csináltak belőle, és felértékeltették az egyik ilyen rating ügynökséggel. Először persze el lettek utasítva, ugye, mert ezek lehetett látni rajta, hogy rossz kreditek, tehát nem érnek semmit gyakorlatilag. Viszont az volt a gond, ugye, hogy ezek a rating ügynökségek, ezek nem állami cégek, hanem ezek is ilyen magáncégek tulajdonképpen. Magyarul versenyben voltak egymástól. És aztán elindult egy olyan folyamat, hogyha én nem értékelem föl ezt mondjuk AAA-re, akkor majd elmegy a szomszédhoz, illetve a konkurenciához, a másik rating agentúrához, és akkor majd azt fog értékelni. Úgyhogy aztán ilyen önző szempontok miatt, ugye mindig ez a baj ezzel az egésszel, hogy mindenkinek ugye saját maga felé hajoljuk a kezet, egészen értéktelen dolgokat fölértékeltek AAA-re, és akkor még vásárolták is őket. Aztán persze, aki észrevette, hogy mi újság van, illetve a bankok a saját értékpapírjukat sortolták például, mert ők tudták, hogy ez tökre fog menni, és hogy ebből előbb-utóbb óriási zuhanás lesz, és még azon is kereste. Magyarul egyszer kiadták a kreditet, már veszettek érte pénzt, megmaradt nekik, ugye, mint zálog maga az ingatlan, és még kerestek azon, hogy zuhant az árfolyama ennek a bizonyos értékpapírnak. Ugye, és a szegény emberek, azok pedig a debt, az angol, ugye, adósságot jelent, tehát
hogy annak a bilincsébe kerültek, ugye? Tehát ez volt tulajdonképpen az az indító ok, illetve ez volt az, mondjuk az első nagy impulzus ebből a szempontból, hogy a, ezt 2007-9-8-a környékére teszik, hogy ez az ingatlan piac, ez egy ilyen buborékká fejlődött. Tehát buboréknak hívják azt, hogy amikor valami túl lihegi magát, tehát például annak idején ugye volt a dotcom buborék, amikor minden internet cégnek, a venture capitalistnak csak úgy szórták bele a pénzt, akármi csinált, mert internet az akkor volt új, és akkor mindenki azt hitt, hogy azzal mindenki nyereséges lesz, és aztán az is egyszer szétpukkadt, és aztán óriási esése volt mindenki azoknak a bizonyos részvényeknek. Itt is ugyanezt történt, ugye, hogy nőtt ez a buborék, és miután a bankok tudták, hogy miről van szó, mert mindegyik ugyanazt csinálta gyakorlatilag, ugye kezdtek nem bízni egymásban, ami aztán persze oda vezet, ugye, hogy egy ilyen pánikszerű helyzet alakult ki, mert gyakorlatilag ugye volt a fekete hétfő, az 2008 első 21-én volt, akkor volt először az, hogy megindult egy pánikszerű eladási hullám. Tehát mindenki igyekezett szabadulni azoktól az értékpapíroktól, de nem csak azoktól, hanem mert miután ez óriási kárt okozott egyéb dolgoktól is, tehát egy csomó dolog megingott, hogy úgy mondjam, a frankfurti, a tokiói és a bombéi tőzsdén teljesen krach volt, tehát le kellett zárni a kereskedést, mert annyira zuhant minden árfolyam, hogy nem lehetett látni a végét a dolognak. És akkor volt ugye a kulcs, hogy úgy mondjam, a kulcs esemény, ami aztán végleg megadta a döfést ugye annak, hogy ebből egy nagyon nagy krízis lesz. Ez 2008. szeptemberében volt, amikor a Lehman Brothers nevű Investor Bank, ez egy nagyon nagy cég, tehát én most Magyarországon nem nagyon vagyok otthon, de mondjuk, hogyha azt mondanám, hogy az OTP hirtelen tönkre menne, vagy valami ilyesmi. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy híres investor cég volt, és egész egyszerűen képtelen volt csődöt jelenteni. Egyik napról a másikra rúgták ki az embereket, és ürültek ki az irodák. Persze a menedzserek azért megkapták a bónuszukat, mert az nekik ugye jár, és így tovább. És ugye ez az egész krízis teljesen új dimenziókat kezdett elérni. Ugye az előző lépésnél még azt mondtam, hogy a bankok nem bíztak egymásban. Na most ez ettől a ponttól kezdve odáig tartott, hogy gyakorlatilag a bankok közötti pénzforgalom teljesen leállt. Tehát teljes állóvíz volt. Magyarul az egész finanszisztéma Amerikában nem működött. Egyszerűen nem létezett. Tehát ez adta meg aztán ugye azt a bizonyos döntőlökést. Na most, mint mindig, az adófizetők, ugye, kik mentik meg a bankokat, az adófizetők, mert ugye, hogyha az állam pénzt ad, az az adófizetők pénzéből ad, az államnak magának ugye nincs egyéb pénze, tehát ez aztán a Bush elnöksége alatt, ugye októberben történt meg az, hogy egy mentőcsomagot dobtak be 490 milliárd dollár értékben, és aztán bejelentették, hogy egy következő csomag is lesz 2009 tavaszán. Magyarul elkezdték megmenteni a nagy bankokat, mondom, az adófizetők pénzén, holott egy csomó ember munkanélkülivé vált, egy csomó ember elvesztette a házát, a lakását, tehát egy csomó egzisztencia tönkrement, ugye öngyilkossági hullám, és így tovább minden szörnyű dolog, amit el tudtok képzelni, benne volt a buliba. De hát ugye ezek a bankok, a nagy bankok, az igazi a nagyon nagy bankok, mint a Goldman Sachs például, azok túl nagyok ahhoz, hogy egész egyszerűen csak úgy tönkre menjenek. Bár a Lehman Brothers is tönkre ment, de viszont az nem bank volt tulajdonképpen, hanem egy investor cég, tehát az úgy működött, ugye, hogy bizonyos emberek oda befizettek pénzt, és akkor ők kezelték azt a pénzt, és abból igyekeztek ugye profitot csinálni. Oké, tehát ez volt ugye az első ilyen mentő csomag, hogy úgy mondjam, aztán jött ugye a második. 2008. októberére aztán az Uniót is elérte szépen a recesszió, elkezdett nőni a munkanélküliség. És egy olyan dolog történt, ami jóformán elképzelhetetlen volt addig, hogy
egy Izland, hogy egy állam, ugye Izlandról van szó ebben az esetben, kénytelen volt három bankot államosítani. Tehát nem az, hogy bezárni vagy megmenteni, hanem átvették teljesen, hogy az állam birtokába került, csak akkor tudtam biztosak lenni benne, hogy a teljes kontroll alatt tudják tartani azt a három bankot, aztán volt, amit bezártak belőle, ez ugyanígy megtett egy citruson is, mert hogyha odaérünk, de ez volt aztán mondom, Európában az első olyan nagyon nagy jel, hogy egy ilyen dolog egyáltalán megtörténhetett. Akkor 2008. októberében a G20 államok ugye összeültek, és egy 1,1 milliárdos konjunktúra csomagot raktak össze, ami, hogyha most már, ha csak az eddigi számokat nézitek, ez peanuts, azt mondják az amerikaiak, ez túlóa, ugye, magyarul fejezem ki magam, tehát ez egy nevetséges összeg ahhoz képest, amit meg kellett volna menteni, ugye? Megegyeztek abban is, hogy szigorúban fogják a nemzetközi pénzpiacot ellenőrizni, és így tovább, de hát ez egy ilyen ugye, politikai döntés, mire abból valóság lett, addigra ugye sok víz folyt le a Dunán és egyéb folyókon. 2009. októberében, aztán ezek a bizonyos rating ügynökségek, ugye, ezek azért még mindig működnek, lefokozták Görögországnak a hitelképességét. Na most itt azért egy pár szót el szeretnék mondani a görögökről. Én ugye itt Cipruson lakom, és itt görögök vannak, én nagyon szeretem őket, rendkívül barátságos emberek. Nem mondhatnám, hogy a legmegbízhatóbbak, de jó indulatúak, stb. Mindegy, tehát nem akarok ellenük beszélni, de tulajdonképpen, hogyha az ember még emlékszik arra, hogy Görögország hogy került be egyáltalán az EU-ba, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, egész egyszerűen meghamisították az államháztartásnak az adatait, és azt nyújtották be Brüsszelbe. Magyarul csaltak, egész egyszerűen egy állam, tehát egy kormány csalt azért, hogy bekerülhessen az EU-ba. Tehát így indul a dolog. Még valami hozzátartozik ez a görög dologhoz, hogy azért is vesztette a hitelképességét, mert nem bírta fizetni a folyó hiteleit, mert tulajdonképpen a világon mindenki el van adósodva valamilyen szinten. Többek között azért nem, mert a görög állam érdekes módon, bár kapitalista állam nyilvánvalóan, de mégis nagyon erős szociális politikát folytatott. Tehát például 13 havi fizetés volt, akkor 6 héttől 2 hónapig lehetett szabadságra menni. Tehát olyan dolgok voltak megengedve, illetve olyan dolgokat szoktak meg az emberek gyakorlatilag, ami még az európai normál, tehát mondjuk Németország, Franciaország, akár Magyarország tekintetében is sokkal szociálisabbnak nézett ki a dolog. Viszont ők ezt megszokták, hogy ez működik. Igen ám, csak azt nem tudták ők, hogy erre nincs pénze az államnak gyakorlatilag, és állandóan kölcsönből csinálta a dolgokat. Ugye ez kicsit hasonlít a dolog, bár nagyon messziről hozott példa ugye a régi Kádár rendszerre. Ott is ugye az, hogy ingyenes egészségügyi ellátás, nyugdíj, már 60 éves kortól, sőt nőknek ugye 55-től volt annak idején. Ezek a dolgok mind rengeteg pénzbe kerülnek, és egész egyszerűen az ország nem volt képes kitermelni azt a pénzt, amiben ez került. Tehát előbb-utóbb már csak gazdag, ha nem is lett volna a fordulat 89-ben, ugye, amikor dőlt a berlini fal, akkor is előbb-utóbb nagy valószínűséggel Magyarország is összebe, és az összes szocialista ország összeomlott volna egész egyszerűen. Mert nem termelték meg azt, amit adtak a népnek, aki viszont ezt megszokta. Most itt a görögöknél óriási felháborodás volt, ugyanis ugye aztán jött az EU, és mentek a tárgyalások, és hajlandóak voltak neki kölcsönt adni. Azt hiszem ez a következő lesz, nem még köztel van, akkor erre majd még visszatérek. Aztán folytatódik a dolog, ugye Görögország, Spanyolország, Portugália, mind a három egy ilyen zuhanó spirálba került, és akkor itt jön az, hogy az EU
és a Nemzetközi Valuta Alap egy 750 milliárdos védőernyőt állított föl, ami az EU államokat megóvná az államcsődtől, tehát abban az esetben lehetett ebből használni. Na már most itt látjátok ugye, hogy az Obamáék 1,1 milliárdot szántak a dolgnak a megoldására, és az EU-nak már 750 milliárd, és még az sem volt elég egyébként, ugye, hogy megmentse az államokat a csődtől. Utána 2012 márciusában 25 állam megállapodott egy egyezményben, amelyben egy szigorú költségvetési fegyelemre kötelezték magukat, és ellenszolgáltatásként EU pénzből lehetett támogatást kapni. Csehország és Nagy-Britannia nem volt hajlandó ebben részt venni. Na most, ugye ez a bizonyos költségvetési fegyelem, tehát ez, amit talán érdemes helyre tenni. Tehát itt pont arról volt szó, amit az előbb a Görögöknél elmondtam, hogy olyan szociális intézkedéseket, meg olyan államaparátust, tehát olyan bürokráciát fönntartani nem lehet, ami észszerűtlen, és amire nincs meg a pénz, nincs meg a fedezet. Tehát ezt jelentette azt, hogy a háztartási költségvetési fegyelmet be kell tartani. Egyébként a mai napig is most már, azt hiszem, most már ötödik évben van az, egyedül Németország az, mióta Wolfgang Schäuble a pénzügyminiszter, aki 5 éve nem vett föl egy kanyi kölcsön se, hanem tényleg csak a meglévő eszközökből, magyarul az adóbevételekből finanszíroz mindent. Tehát az UTP a hidak építésétől kezdve, ugye hadsereg, rendőrség, stb. Tehát az államaparátus gyakorlatilag nem kölcsönből csinálja, hanem úgynevezte a Schäuble, ez a szlogenjük, hogy a fekete nulla, tehát az, hogy ő nem vesz föl kölcsön. A világon minden ország állandóan minden évben vesz föl kölcsön, hogy betölni azokat a lukakat, amiket elköltött abban az évben. Szóval hát hiába emberek vagyunk, ez van. Oké, 2012. augusztusára jutott el odáig a dolog, hogy az eurózónában is nagyon-nagyon kezdett érződni, ugye, hogy óriási gond van, már 18,2 millió ember volt munkanélküli, ami soha nem volt ilyen magas az Európai Unión belül, és ráadásul olyan rettenetes, kiugró dolgok voltak benne, hogy ha jól emlékszem, Spanyolországban például a fiataloknak, tehát a 30 év alattiaknak valami 40%-a volt munkanélküli, tehát gyakorlatilag a legfrissebb, az élete evejében lévő korosztályok munkanélküliek voltak. Szóval egészen elképesztő arányok voltak az EU-n belül. De hát még ez a 18,2 millió is magáért beszél, ugye ez is egy rettenetes nagy szám. Na, és akkor eljutottunk Ciprushoz. A véletlen úgy hozta, hogy én pont itt voltam, de akkor költöztem ki ilyen Ciprusra, március elején, tehát ez rá 2 hétre volt ez az egész dolog. Ugye Ciprus eljutott ugyanoda, ahova Görögország eljutott, tehát ők is jóval több pénzt költöttek ilyen szociális dolgokra, meg az államaparátus fenntartására, óriási bürokrácia, stb. Hogy ők is kénytelenek voltak ugye kölcsönt fölvenni. Na most ők, nekik 10 milliárd euró kölcsönre volt szükségük. Ami megint csak, hogyha összehasonlítjuk a nagyságrendeket. Görögország az 370 milliárd euró segélyt kapott. Ciprus jó, Ciprus sokkal kisebb, belátom. De csak 10 milliárdot. És azt is úgy, hogy neki magának tehát olyan megszorító dolgokat kényszerítettek rájuk, amit aztán mindenki nyilván Merkel nyakába vart, ugye, hogy ő az, aki a Fekete Péter, mert ő az, aki forszírozta azt, hogy építsék meg bürokráciát, hogy szüntessék meg azokat a szociális dolgokat, amire nincsen pénz, és így tovább. Ugye most egy Ciprusnak magának is hozzá kellett ez járulni. Most van egy érdekes
dolog, amit biztos, hogy nagyon kevesen tudnak, ezt itt olvastam. A görög ortodox egyház hajlandó lett volna zsebből kifizetni a 10 milliárdot. De az nyilvánvalóan azt jelentette volna, ugye, hogy a hatalomban részt vettek volna, tehát ugye mindenhol a civilizált világban a vallás, tehát az egyház és az állam az el van különítve egymástól. Ugye másképp van ez a most a fundamentalista muszlimoknál. Tehát itt lett volna egy olyan, ugye, hogy egy katolikus egyház gyakorlatilag kormányra került volna, tehát nekik voltak mindenféle feltételeik, ugye, mit tudom én, szórakozó helyeknek diszkó be kell zárni, szerencsejáték az tilos, még a lottó is tilos, nemhogy kaszinó, és így tovább mondanom sem kell, ugye, tehát amit egy egyháztól el lehetne várni, amit persze ők nem mentek bele, ugye, a ciprusi állam, hanem egy olyan dolgot csináltak, amikor először hallottam, én azt hittem, hogy ez csak egy vicc. Képzeljétek el, hogy minden egyes 100 000 euró fölötti számlán lévő összeget egész egyszerűen elvettek. Mondván, hogy te már gazdag vagy, az államnak pedig most szüksége, a hazádnak szüksége van pénzre, úgyhogy az most a miénk. A dolgot nem egészen úgy volt az elvétel azért, hogy ugye elvették aztán csók, hanem állampapírokat adtak érte. De hát ugye, amire abból pénz lesz, az idő. Ugye? Tehát a dolgot még az komplikálta, hogy Cipruson rengeteg orosz milliómos van. Tehát itt ahol élnének Limassolban, itt az orosz gyakorlatilag a második nyelv. Tehát görögül beszélnek ugye az emberek görögök, angolul mindenki beszél, mert angol gyarmat volt, és oroszul bárkihoz hozzáfordul, az tud válaszolni. Tehát rengeteg orosz van, és nem a szegény oroszok, tehát nem takarítani jönnek ide, hanem a milliómosok. Na most, aki nem Oroszország, tehát gazdag ember, és nem Oroszországba tartja a pénzét, hanem Cipruson, annak oka van, ugye? Nem akarok senkit, meggyanúsítani, de bizony mondjuk adódik az a gondolat, fogalmazunk talán így, hogy a pénzmosás, ugye, ilyen csatornákon működhetett volna, úgyhogy aztán azért, ugyan a Putin lépegetett, tehát ő is megpróbált, ugye meg az orosz érdekeket védendő, a Putinnak viszont az volt a feltétele, hogy akkor legyen egy orosz támaszpont, kikötő és légitámaszpont Cipruson. Na most abban már van egy angol. Tehát amikor az angolok innen kivonultak, akkor az volt a feltételük, hogy egy részt itt Limassol mellett nem messze, egy eléggé viszonylag nagy rész az angol felségterület maradt. Tehát hogy be lehet menni egyébként, tehát át lehet menni rajta, de ott már angol rendőr van, meg angol mentőautó van, ott egy komoly katonai bázis van, ugye, és miután Szíria az innen körülbelül 200 km légvonalban, innen mennek bombázni ugye az IS ellen. Na most ugye, tehát ezért az orosz támaszpont szóba se jöhetett, hogy az is itt legyen Cipruson. Úgyhogy azért folyamodtak aztán ehhez az intézkedéshez. Ja, még visszatérve az oroszokra, ugye, akinek feketén volt a pénze itt, vagy valami, az azért nem nagyon mert ugrálni, meg verni az asztalt, ugye, mert hát kiderült volna. Tehát lehet, hogy ezért is merték ezt megcsinálni, azt a dolgot. Egyébként csak magánemberektől vették, tehát a cégek nem, tehát nyilván cégek azért az, hogy 100 000 euró van a számlán, az normális, az semmi, hanem egy magánembernek a 100 000 euró fölötti részét, azt bizony lefölözték. Érdekes volt az is, hogy ugye láttam annak idején a televízió, én a német tévét szoktam nézni, mutatták ezt például, hogy ehhez hasonló képet, hogy óriási tumultus van, és az emberek rettenetesen fel vannak háborodva, most ez körülbelül egy 50 ember volt, vagy 100. Amikor kicsit messzebbről lehetett látni azért. Tehát messze nem volt olyan nagy felháborodás, mit tudom én, jó. Volt egy időszak, amikor a pénzautomatákból
naponta csak 100 eurót volt szabad kivenni egy számláról. De hát az is például eltartott 2 hétig. Tehát csak azért, hogy hirtelen ki mentsék a tőkét az országból, ugye? Hát ennyi Ciprusról. De hát, hogyha mondom, a nagyságrendet kell nézni, tehát 10 milliárd euró ahhoz képest, hogy Görögország 370 milliárdot kapott, az semmi. És még azt is, hogy ilyen szigorú intézkedésekhez kötötték. Minden, Ciprus túl van rajta. Mára már ismét folynak az építkezések, tehát teljesen rendbe jöttek. Hál' Istennek, megkapom. Oké. 2013 ősze, Írország, Spanyolország, Portugália elhagyja a védőerdőt, nincs szüksége rá. És a 2014-es Európa választásokon a jobboldali pártok törtek előre. És akkor még nem volt menekültünk, ugye? Vagy legalábbis nem abban a dimenzióban, amit mi ismerünk. Ez azért volt csak érdekes, ugye, hogy a Le Pen például bekerülhetett az Európa Parlamentbe is, és így tovább. Tehát elkezd a jobboldal is ugye erősödni, meg a baloldal. Ugye Görögországban 2012. januárjában a Syriza párt nyert, ami egy ilyen baloldali beállítottsági párt, tehát ők rettenetesen a megszorító intézkedések ellen voltak, és megpróbáltak mindenféle tárgyalásokat folytatni az EU-val is, aztán Spanyolországban hasonlóképpen a Podemos szintén egy baloldali orientálású párt, szintén ugye a megszorító intézkedések ellen, ami ugye a népnek szimpatikus, mert akkor visszajönne az a jólét tenük idézőjelbe, ami volt a megszorító intézkedések előtt, úgyhogy azért is tudtak hatalomra kerülni, ugye? Igen, rám. Aztán népszavazáson, ugye, mert az a görög miniszterelnök népszavazásra tette föl azt, hogy mi legyen a megszorító intézkedésekkel, tehát ezzel ő egy háttérbiztosítékot akart magának ugye csinálni, hogy nem az ő zé, hanem a nép döntött tudja. Nép természetesen elutasította a megszorító intézkedéseket, aminek aztán az volt az eredménye, hogy egy év se fel bele, és megint teljes csődbe volt a görög állam. Megint minden pénz elfogyott. Tsipras, na ott úgy hívják. De a Tsipras továbbra is csak ígérgette a dolgait. Úgyhogy. Na menjünk tovább. Aztán kezd kiterjedni a dolog. Érdekes módon Kínában, 2016 tavaszán, ugye közeledünk a jelenhez, ott is kezdtek gondok lenni, ami tulajdonképpen független, azt lehetne mondani, hogy független, mondjuk egy amerikai ingatlan buboréktól, de azért kihatott, ugye ennek ahogy a pénzügyi forgalomban mindenképpen van hatása egy ilyen óriási visszaesésnek, amikor esnek ugye a részvények, amikor rengeteg munkanélküli van, és előtte Kínát is, hogy egy 7%-ot zuhant a kínai tőzsde, ott is időnként fel kellett függeszteni a kereskedést, szintén ugye tüntetések és így tovább. Viszont úgy tűnik, hogy Európa maga mögött hagyta végre a válságot, tehát kezdett Európában legalábbis az Unió rendbe jönni. 17. július, tehát ez már gyakorlatilag a jelen, az eurozónában ismét növekszik a gazdaság, a munkanélküliségi kvóta esik szépen, Görögország ismét több milliárd eurót kapott, csak úgy, hogy ezért ugye tovább is életbe tartsák, és annyira, hogy most már a pénzpiacra is merészkednek, és állampapírokat adnak ki, és azt árulják, és kölcsönöket is vesznek föl, és így tovább. Mert ez lenne mondjuk a kronológiai története ennek az egésznek, ami mondom, érdekes módon ezzel, pont ezzel a az amerikai ingatlan borékkal indult el. Na most nézzük meg, hogy ezek a reformok, ezek olyan használtak, de valamit egyáltalán, vagy érnek-e valamit. Hát először is Európában egész jó a helyzet, ahhoz képest. Ugye, tehát most arról beszélünk, hogy a válságból való kiút. Tehát az európai bankok azok jóval stabilabbak most, mint a krízis előtt.
ennek oka van. Először is kötelezve vannak a bankok egy úgynevezett stressz tesztre, ami azt jelenti, hogy szimulálni kellett egy olyan szituációt a bankoknál, mint hogyha nagy gond lenne. Tehát például nem fizetik vissza bizonyos kölcsönöket, bizonyos mennyiség kölcsönöket, azt túl tudja élni a bank. Tehát volt, ez ki van találva, ezt így nem tudom egészen, én sem tudom részletesen, de ez a lényege a dolognak, hogy katasztrófa szenáriókat állítottak fel, papíron természetesen, és azt kellett ugye a banknak bizonyítani, hogy akkor is életbe tud maradni, saját erőből. Na most az Európai Központi Bank felügyeli az összes európai bankot ezen túl, tehát közvetlen hatalma van, ha úgy tetszik felőttük. Ugyan nem operatív hatalma, tehát nem szólhat bele az üzletbe, de felügyeli őket állandóan, tehát gondolom, hogy azért van ez ugye, hogy lássa, hogy ha valahol kezd megint bűzleni a dolog. Csináltak egy elkülönített fondot 55 milliárd euróval, és ez kell ugye megvédje a bankokat egy esetleges csődtől, ami egy kisebb bankot meg tud menteni. A probléma csak az, hogy az igazán nagy bankokat, mint például a BNP Paribas, az egyik legnagyobb európai bank, annak ez például nem lenne elég. Tehát itt megint a nagyságrendek. Olyan érdekes nagyságrendi különbségekről beszélünk, ugye, az 1,1 milliárdtól a 370-ig, aztán a szegény ciprusiak a 10 milliárdot alig kapták meg, ugye, csak ilyen drasztikus módon. Úgyhogy ezek az én nagyon érdekes dolgok. Az Európai Bankunióban van egy rizikófaktor, mégpedig az, ugye, hogy a nagyobb bankokra van koncentrálva jóformán az egész pénzügyi üzlet szegmens, hogy úgy mondjam, tehát a financiális része a dolgoknak, ami egy szisztéma alapú kockázatot jelent, ugyanis egy komoly probléma esetén az egész szisztéma megremeg. Tehát ez a gond vele, és néhány banknak ezáltal túl nagy szerepe jutott, például a Deutsche Banknak, meg az előbb említett BNP Paribasnak is. Tehát azért itt is vannak még, hogy úgy mondjam, olyan dolgok, amik nem egészen szépek, nem egész rózsaszínű a szituáció, viszont sokkal-sokkal biztosabb a szituáció, mint a rendszer előtt volt. Gondolnunk kell viszont még egy dologra, ugye? Mi állandóan arról beszélünk, hogy a pénz hogy megy, hogy forog, hogy a nagybankok és a kölcsönök és a milliárdok és így tovább. És nem szabad elfelejtenünk, hogy emögött mindig emberek vannak. Tehát, hogy a Wall Street-en olyan bónuszokat fizetnek ki, még csak nem is a menedzsernek, hanem egy szélszes munkatársnak, milliós nagyságú bónuszokat havonta. Szóval olyan eszméletlen különbségek vannak, még egy országon belül is, ugye, és akkor Amerikában pedig ott is ugye a szegénység az ugyanúgy megvan, ez csak mélyítette ezt az egész szakadékot. Na most ezzel persze senkit nem akarok megijeszteni, ami most jön, ez a Paul Tracht nevű ember, ő a Bank of Englandnek volt az alelnöke, és ezt nem régen, most ugye július 9-én a következőt mondta, hogy a következő válság véleménye szerint előre van programozva, drámai következményei lesznek a szabad életformákra, a demokráciára, liberális és humanitárius elveinkre is. Tehát most ezt nem azért mondtam, hogy most mindenki ijedjen meg, hogy a Istenem nagy baj lesz, meg lesz. A krízis lesz valamikor. Senki nem tudja mikor. Egyelőre Európában stabil a szituáció, mondjuk abból ki lehet indulni. Most melyek azok a faktorok, amik azért veszélyeztetik a jelenlegi helyzetet? Hát például lesz. Ugye a világon az összes kormány tartozik valakinek. Tehát nem létezik olyan, hogy lenne olyan ország, ami senkinek se tartozik. Egyszerűen nincs. Tehát ez a bizonyos adósság állomány, ami a világban gyakorlatilag papíron van meg, mert ugye ezek kölcsönök, még nincsenek visszafizetve,
Ez 152 ezer milliárd dollár, és csak hogy a nagyságrendet megírva, hogy jól értsük, ez gyakorlatilag az egész világ globális bruttó szociálprodukjának a duplája. Magyarul mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyszerűen lehetetlen visszafizetni. Tehát ebből a szituációból csak úgy lehetne kijönni, és valószínű ez lesz a megoldás valamikor, hogy elkezdik elengedni egymásnak a különböző kölcsönöket, mert hát ez egy olyan abszurd állapot, hogyha belegondol az ember, hogy mindenki adós a mindenkinek, mert van gyakorlatilag dupla annyi virtuális pénz, ugye, mert a duplája, az összes bruttó szociálproduktnak a duplája, mint amennyit megtervelünk, ami virtuális, ami nem létezik, ami csak kölcsön, papíron van meg. Tehát ez egy rettenetes nagy gond szerintem, és ez persze veszélyezteti ugye a financiális piacnak a stabilitását. A következő probléma az nekünk kicsit furcsának tűnik, de megint kezd nagyon hasonlítani egy olyan szituációra, amit már ismerünk abból a bizonyos ingatlan buborékból. Mégpedig az amerikai egyetemistáknak az eladósodása. Mondom, ez kicsit olyan, ugye nagyon távolról hozott dolognak, de ez egy nagyon komoly dolog. Arról van szó, hogy Amerikában ugye, aki ugye nem ingyenes nyilvánvaló az egyetem, és stb. Lehet felvenni kölcsönt arra, hogy majd, hogyha aztán elkezd dolgozni, akkor elkezdi visszafizetni. Na most ezt is sajnos megint meglehetősen ellenőrizetlenül két kézzel szórják nekik. Van, aki egyszerűen autót vesz belőle, mert eszébe sincsen észére menni, egyetemre menni, tudom én, aztán próbálják megbehajtani rajta. Na most menjünk csak, hogy lássuk, hogy miről van szó. 1400 milliárd dollárral vannak eladósodva ezek a fiatal emberek. Ez azt jelenti, hogy 37 ezer dollár átlagosan az egy tanulóra, tehát egy studentre való adósság, azokat is beleszámítva, akinek nincs adóssága. Úgyhogy ez megint nagyon hasonlít arra, hogy épül egy buborék, ami egyszer majd aztán ki fog pukkadni. Na most miután a kölcsön egy túldalomó részét, ugye Amerikában van egy rész, másrészt pedig az állam adja, ez a krízis elsősorban Amerikát fogja gyengíteni, de megint elindul, megvan a veszélye annak, hogy megint egy olyan láncreakció indul be, mint annak idején. Tehát ez egy olyan tényező, amit véleményem szerint nem igen szabadna, hogy minden figyelmen kívül hagyni, viszont egyelőre nem történik semmi se ellene. A következő az a bizonyos shadow bank, shadow az árnyékot jelent, tehát ez ugye a szürke gazdaság, tehát a háttér. Gyakorlatilag az történik ismét, mert ezt nem tudták megakadályozni, hogy a bankok kockázatos kreditekből értékpapírt csinálnak, amit az elején meséltem. Tök ugyanaz működik tovább. Érteket, csak most már, hogy mondjam, okosabban csinálják, tehát ismerik a kiskapukat, ugye ez most már szabályozva van, egy külső investor, tehát egy külső hedge fundnak azt eladják, és akkor az kereskedik vele, akkor az rábeszéli a ugye, óriási telefon, call centerek vannak, akik rábeszélik a szerencsétlen embereket, hogy vegyék meg azt az értékpapírt, aminek semmi értéke nincs gyakorlatilag, kockázatos technikák, és így állnak össze ilyen árnyékbankok, ami gyakorlatilag ugye az investor cég olyan, mint hogyha egy bank lenne, de mégse az. Tehát ez még mindig él, az eddigi szabályozások ezt sajnos nem tudták megakadályozni, de azért most már jóval felvilágosultabbak az emberek, legalábbis a nagy része, tehát hogy mondjam, az értelmesebb része, tehát azért ugye vannak emberek, akinek általában az egész financiális szektorról, vagy a gazdaságtanról a leghalványabb fogalma sincs, azokat a legkönnyebb ugye átvenni ezekkel a dolgokkal. És ezek a bankok, ezek egyre inkább működnek, és jelen pillanatban még jobban veszélyeztetik a világgazdaságot, mint 2007-ben.
ugyanis tanultak a, megtanulták a leckéjüket, ugye megcsinálták a házi feladatot, úgyhogy most már ők is jobban csinálják a dolgokat. Na most a válság óta persze születtek törvények, ugye, hogy a szabályozás, hogy ez például meggátolandó ezt a fajta folyamatot, de egyebeket is, tehát hogy jobban legyenek kontrollálva a bankok. Tehát például az Obama kormány ugye meghozta ezeket a szabályozó intézkedéseket, egy Dodd-Frank törvénynek hívják ezt a törvénynek a neve, egy összefoglaló törvénycsomag volt gyakorlatilag, ami egyrészt a szigorú bankkontroll célozta meg, másrészt pedig ugye ezt a bizonyos spekulációt hivatott megnehezíteni. Azt hiszem, hogy mondanom sem kell, hogy mi történt. Donald Trump egyik első dolga volt, hogy ezt a dolgot jégre tette, egyelőre csak felfüggesztette, de azt ígéri, hogy vissza fogja vonni teljesen. Ami megint mit jelent nekünk? Nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ez újra felbátorítja azokat a kétes, hogy mondjam, pénzügyi szakembereket idézőjelbe téve erősen, akik ezeket az excesszív kockázatokat vállalják. Valamiről még mindig nem beszéltünk, ugye beszéltünk már arról, hogy mindig vannak így a pénz mögött, meg a pénzforgalom, meg főleg most ugye ez a téma, de az emberek, hát hogy milyen hatás volt, tehát, hogy ugye a szociálpolitikai kérdésekre egyelőre nincsen válasz a legtöbb országban, ez pedig nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, mert ugye például az oktatási szektor, hát nem tudom, hogy hány század százalékát kapja Amerikában, mint például a sereg, ugye, a katonai szektor. És Nelson Mandela azt írja, hogy ezt lefordítom, hogy az oktatás az a leghatékonyabb fegyver, amit a világ megváltoztatására lehet használni. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig az egészségügy. Hát hogyha egy állam akármilyen gazdag is, ugye Oroszországot veszem most példának, mert éppen nem régen vitatkoztam az egyik kedves rokonommal, persze barátilag vitatkoztunk ezen, hogy ő szerint a Putyin az milyen egy rettenetesen remek ember, mármint hogy mint politikus, mert ugye visszaállította Oroszországnak a presztízsét, visszaállította a nagyhatalmi státuszt, és Oroszország ismét büszke magára, és így tovább, és így tovább. Azt elfelejtsük valahol, hogy Moszkvától 200 kilométerre vannak falok, ahol még nincsenek lebetonozva az utcák, és akkor nem beszéltem még az egészségügyről. Sajnos a magyar egészségügyet volt alkalmam most megismerni, mert a nővérem sajnos megint kórházba került, úgy voltam otthon, és hát én nagyon el vagyok eseményben ez ügyben kérlek. Na mindegy, nem erre akarok kitérni. Tehát a lényeg az, hogy a sok pénztologatás ide-oda és nyereség mögött ott vannak az emberek, és ott van a jövő, amit hogyha egyszerűen nem támogatunk, tehát az oktatás és az egészségügy nincs megfelelő helyen, akkor hiába mindenféle gazdagság. De sehova nem jutunk. És még egy nagyon fontos dolog, ami sajnos egyre inkább mélyül a világban, ugye a különbség, mondjuk a gazdagságbeli, tehát a gazdagságbeli különbség az egyes országok között, ugye a pirosra vannak itt ugye a leggazdagabb országok jelölve, és az egészen világok, a zöldek, a legszegényebbek. Ugye nyilván mondanom sem kell, hogy mit tudom én, Montreal és Timbuktu, vagy mit tudom én, Sierra Leone között eszméletlen különbség van, amit valahol mindenki tud, mindenki tudomásul veszi, csak nem gondol arra, hogy valahol ez is egy tikkelő bomba. Tehát mi van, hogyha egyszer majd Afrika is megindul Európa felé? Mert ők is, neki csak egy életük van, esély arra nincs, hogy az ő életükben el fogják érni azt az életszínvonalat, mint ami Németországban van. Mi a megoldás? Föltakolunk és elindulunk. Tehát ez megint csak nem akarok rémképeket festeni a falra, de hát tulajdonképpen ezt is figyelembe kell venni. Aztán megint csak nézzük meg az embereket a háttérben.
ez a gyermek halálozási arány, nézzük meg, hogy nézzük meg a különbségeket. Ugye, a bal oldalon vannak a fejlett ipari országok, és a Szomáliában majdnem 90%-a az újszülötteknek meghal. Hát egyszerűen az ember nem kap levegőt. Ugye, ez az, amiről beszélek. Azt mondom, hogy ezt nem is kell kommentálnom különösképpen. És sajnos nincsen olyan politikai erő, ami ezt például, ezt a problematikát megszólítaná, vagy egész egyszerűen megpróbálna valamit ellene tenni, mert mindenkinek annyi baja van a saját országában, hogy elég az neki, úgyhogy inkább nem hal, nem lát és nem beszél róla. Ugye? Pedig, hát szóval ugye ez is egy pikkende bomba, hogy úgy mondjam. Ezt én most itt direkt nem kommentálom, ez teljesen egyértelmű, azt hiszem, hanem akik érdekel a dolog, én arra kérem, hogy most utána a Facebookon, a facebook.com/Várkuti, ott esetleg erről elvitatkozhatunk, hogyha akinek kedve van, vagy valamilyen kérdést tenne fel, akkor szívesen látom. Tehát a magam részéről ennyi lett volna, amit szerettem volna a válságról elmondani. Tudom, hogy nem lettünk sokkal okosabbak, mert ugye az ember egy ilyen előadástól azt várja, hogy volt egy válság, és akkor most kijöttünk belőle, és minden rendben van. Vagy pedig volt egy válság, most kijöttünk belőle, de holnap után megint minden. Tehát egyszerűen nyilvánvalóan nem lehet konkrét válaszokat adni, csak azt lehet fölvázolni, hogy milyen problémák vannak, amit sajnos el kéne intézni ahhoz, hogy a világ rendben legyen. Úgyhogy ennyit szerettem volna én ma elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor várok mindenkit a Facebookon esetleg.